Embernek ember, szervezet, állam nem birtokosa. Ember, embernek, szervezetnek, államnak nem tulajdona. Isten ellen nincs érvényes törvényhozás. Az ő szent akaratával szemben bűn a jogfosztás. Ember nem engedheti meg, amit Isten nem akar. Földi hatalom meg nem tilthatja, amit Isten megenged. Nem parancsolhatja, amit Isten tilalom alá vetett. Ha tudják, hogy kiírta ezeket a szavakat, akkor azt is tudják, hogy milyen hamis képet festettek róla 1945 és 1990 között a kommunista időkben. Ha nem tudják, hogy kiírta ezt, akkor most bemutatjuk önöknek ezt az embert, azt a nőt, aki 101 esztendővel ezelőtt nagyjából ezekben a napokban került be a Magyarország gyűlésbe első női képviselőként. Azt a nőt, aki a fenti sorokat akkor írta, amikor a felvidéki zsidók érdekében a pápánál járt, 1942-ben vagy 1943-ban. Azt a nőt, aki 1920 és 1945 után is a Magyarországgyűlésben kemény következetes felszólalásai után azt mondták, hogy egyetlen férfi a parlamentben. És azt a nőt, aki az életét arra tette fel, hogy a rászorulóknak segítsen. Slasta Margitról beszélünk most, politikusról, szerzetesnőről, az első magyar női országgyűlési képviselőről, és a Szociális Testvérek Társulatának alapítójáról, akivel pedig beszélgetünk, vagy akikkel pedig beszélgetünk róla, Balog Margit, a történész, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, németem Emma, szociális testvér, előjáró helyettes, és Lázár Kovács ákos média kutató, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense, oktatója. Jó estét kívánok mindhármaknak. Jó hármunknak. jó estét. Jó estét kívánok önöknek is, Horváth szilár vagyok, és akkor nézzünk meg a témával kapcsolatos első bejátszásunkat, és aztán utána pedig beszélgetünk Slakta Margitról. Slakta Margit tevékenysége a tanári pályán indult, majd 1918-tól ő lett a Magyar Nő című keresztény nő lap szerkesztője. Még ebben az évben megalapította Magyarország feminista politikai tagozatát, a keresztény női tábort. Az 1920. március 25-i nemzetgyűlési választáson az első kerületben 5471 szavazattal fölényes győzelmet ratott. Legfontosabb céljainak a fizetések rendezését, a nyugdíjkérdés és a lakás probléma megoldását tartotta, illetve az oktatási és nevedésügyi reformokat, a nők helyzetének javítását, emellett a népegészségügyi kérdéseket. Látta, hogy a jótékonykodás önmagában nem megoldás, így inkább a gazdasági és politikai struktúrák átalakítását szorgalmazta. Nem szeretett volna visszavonultan élni a világi közösségektől, ezért 1923-ban több mint 20 nővér társával elhagyta a Szociális Misszió Társulatot, és néhány napon belül megalapították a Szociális Testvérek Társaságát. A kezdetektől szembefordultak a zsidó törvényekkel, és megpróbálták elérni, hogy a deportálás abba maradjon. Ezzel mintegy ezer ember életét mentették meg. Slakta Margit 1945-ben tért vissza a parlamentbe országgyűlési képviselőként, majd négy évvel később politikai nézeteltérései miatt az Egyesült Államokba emigrált, ahol továbbra is aktívan tevékenykedett. aki ebben az országban érte az életét 1945 és 1990 között, de aki ezután is ebben az országban érte az életét, az is tapasztalhatta, hogy Slakta Margitra sok mindent rá ragasztottak ebben az időben. Itt most egy olyan emberről beszélünk, aki az első Női országgyűlési képviselő. Néhányan azt mondják rá, hogy keresztény-feminista, forradalmár, és egyéb a szavak is elhangzottak vele kapcsolatban. Mi megbeszéljük pontosan, hogy miként értékeljük, de az első kérdés az lenne önökhöz, hogy, hogy hogy van ez, hogy, hogy itt van előttünk egy tényleg, hogy mondjam, úttörő nő, aki, aki utat tör másoknak. Egy olyan nő, aki odaadja az életét másokért, és amit mi tanultunk róla, én történelemtanárként tanultam róla, 1986-ban végeztem, és amit akkor tanítanom kellett volna a gyerekeknek, az homlok egyenest ellenkező volt ezzel, amiről majd most beszélni fogunk. Szóval hogy lehet valakit befeketíteni, így mi ennek a mechanizmusa? A médiakutató is érdekelne, de először a történészt kérdezem. Csakta Margitot egyszerre kitörölték a magyar nemzet emlékezetéből, és egyszerre meghamisították a ténykedését mert olyan erkölcsi erővel bíró, de nem baloldali gondolkodású személyiségről van szó, akinek az erkölcsi fölénye olyan megkarcolhatatlan erőt képezett, hogy más mód, mint hogy hamisítással, csúsztatással, korábbi tévedését felnagyítva, eltorzítva egy torz képet állítsanak a jövő nemzedékei elé, mármint most 45-48 közötthöz képest jövő nemzedékeire gondolok. Más nem igen volt. Ennek a, a, a személyének a lejáratása az 48 őszén vesz tetőpontot, párhuzamosan és összefüggésben azzal, hogy Mincenti Józsefet, Magyarország primását már a büntető eljárásához készülvén, gyűjtik az információt, az adatot, és megindul a kampány az ő lejáratására. Slakta Margit, aki mondhatni harcos társa volt Mincenti Józsefnek, és sok kérdésben, nem mindenben, de nagyon sok alapvető kérdésben, közéleti, politikai felfogásban egyeztek. Az ő személye is a célkeresztbe kerül. A Ludas Matyiban olyan karikatúrák látnak napvilágot, hogy az akkori jeles politikusok, Szakasi Csárpád, Rákosi Mátyás, Marosán György, Rajk, László belügyminiszter állnak egymás mellett, és a jós nő kártyát vet Slakta Margitnak, és mondja neki, hogy ez a fiatalember, ez a barna, ez nagyon sokat gondol magára, és rámutat Rajk László belügyminiszterre. Tehát egy kimondatlan fenyegetés van benne, hogy félre kell állítani a személyét és ennél kimondottabb egy másik karikatúra, amikor Péter Gábor, a politikai rendőrség vezetője, mint a Magyarország főkertésze ábrázolódik, és Rajk mondja neki, hogy ezt a kertben, a demokrácia virágos kertjében kotkodácsoló vénytyúkot, és itt slakta Margit feje van hozzá applikálva egy tyúk testéhez, ezt mielőbb el kell takarítani innen, mielőtt még valami kárt okoz. Szóval döbbenetes, hogy, hogy milyen dolgokról beszélünk, tehát arról, hogy a humorral hogy lehet valakit lehetetlenné tenni, arra, arról beszélünk, hogy hogy lehet valakinek a, az életét teljesen más színre festeni, mint amilyen színű volt. Milyennek a, a hát a tömegmédia már akkor is volt, rádió és újságok, milyennek a mechanizmusa? Hát általában ezek a médiumok, ezek valakinek a kezében vannak. Ugye mindig a, a, az a kérdés, hogy a médium az kinek a, a birtoka, és milyen célokat szolgál. És de ez 48-ban kezden... nem volt kérdés, nem? De tulajdonképpen 48-ban is valakinek a kezében volt. tehát... Hogy hát ugot... igen, csak hogy nem volt már kérdés, hogy kinek a kezében az van. Az nem volt így, értem. kérdés, de. Tehát a kommunista függé... függé... Hát Még azok az emberek, akik léteznek, azoknak viszonyt kell kialakítani, meg fordítva is viszonyt kell velük kialakítani. És ez a viszony kialakítás zajlott, hogy megpróbálták ezeket az embereket bemérni. és Éppen, mivel nem bemérhetőek, mert nem jobb oldaliak és nem baloldaliek, és ezek a médiumok általában ilyen egyszerű leosztás mentén működnek a, a, a tömegdemokráciákban. Ez a jó, vagy baloldal, vagy nem veszhetjük bárminek, ezek a tényezők, ezek birtokolják azokat a médium, azokat a csatornákat, amelyek megfogalmazzák a nekik megfelelő érdeket. Tehát érdekeket kell keresni mindig, és az érdek, ami megszólal a többek médiumban, az mindig az ellen szól, aki gyakorlatilag nem tartozik abban a, abban az irányban, amik, amit megfogalmaznak. Ebben az nem jobb oldali, se nem bal hanem keresztény. És ez a keresztény hát idegesítő tyúk, akit állandóan bebe -be szaladgál ezekbe a terekbe olyan, olyan hangon is olyan intonációval beszél, amik nem azonosítható se a kommunista, sem pedig a revizionista, vagy, vagy bármilyen más hangokhoz, hanem valami egészen független hangon szólal meg. Szóval van mit rendbe tennünk 30-31 esztendővel a rendszerváltoztatás után, azért gondolom ezt, mert hogy, hogy olvasom a kommenteket, meg azt, amiben a közvélemény így megjelenik, és visszaköszönnek a kommunizmus hazugságai ebben. Nem tudom, németem akkor is szociális testvér volt már, amikor még hazudtak Slaksta következetesen, 90 előtt? Igen, én az illag... Társas idején 1983-ban léptem be a Szociális Testvérek Társaságába, és amikor a társaságban először lehetett olyan összejövetelt tartani, ahol mindannyian együtt voltunk akkor, és először hallottunk közösen együtt az alapítóról, Slakta Margitról, meg az ő politikai, beállítottságáról, működéséről, akkor a társaság akkori történésze Móna Ilona testvér beszélt arról például, hogy az úgynevezett elhíresült botbüntetésről mi az igazság. És nagyon érdekes visszanézni most is a parlamenti naplókat, hogy 45 után nem volt olyan felszólalás a slakta Margitnak, ami, amit el tudott volna mondani úgy, hogy közben lett volna óriási zaj, bekiabálás, és ebben a bekiabálásban teljesen mindegy, hogy miről beszélt, mindig a büntetést kiabálták be, ami pedig hát nem úgy történt. Egyszerűen arról volt szó, hogy ő nem volt megfélemlíthető. Nem volt semmi a kommunista párt kezében, amivel kézbe tudta volna őt tartani. Milyen, és... érzé milyen érzéssel hallgatták ezeket a a szólamokat, amelyek róla szóltak akkor, vagy mondjuk, ha belenéztek ismerőseik, rokonai történelem könyvébe, akkor szóval kíváncsi vagyok az érzéseikre, meg hogy hogy lehetett ezt akkor legalább a mikroközösségben helyre tenni, vagy hogy ott nem kellett, mert hogy a mikroközösségben pontosan tudták, hogy hát a kommunisták hazudnak pont. Hát én azt tudom magamról mondani, hogy középiskolában, egyetem alatt azért ez nem volt olyan nyilvánvaló. Igen, tudtuk, hogy amikor valamit olvasunk hírt, hogy a TASZ cáfolja, az pont az ellenkezőjét jelenti. Ennek ellenére én, amikor először Ausztriában kézbe kaptam például Mint Szent József emlékiratait, akkor nem voltam hajlandó elolvasni. Annyira az a kép élt bennem, amit az egyetemen, meg a középiskolában tanítottak, otthon nem beszélt erről a családom, ez tabu téma volt, és bizony ezek óhatatlanul ezek a gondolatok, érzések visszaköszöntek. A társaságban nagyon hamar Megismertük Margit testvér gondolatait, írásait, működését, és ez sokat segített, de azért kezdeti időben nagyon sokan annak ellenére léptek be a közösségbe, hogy Slakta Margit politizált tisztázzuk ezt a botbüntetés dolgot, azt hiszem, a történésszel kell, és akkor el is kezdhetnénk az életút feltárását tulajdonképpen. Nagyon hamar eljutunk majd 1920-hoz, az első női képviselőséghez, ez tényleg fontos, mert ugye úgy volt, hogy 1920 februárjában lett képviselő, február végén. Márciusában, Március. mert Bocsánat, hogy februárban a, volt a nemzegyűlési választás, ezen Budapest első kerületében a, a nyertes Haller István úgy döntött, hogy nem ezzel a mandátummal kíván a parlamentben dolgozni, hanem a ceglédén elnyert mandátummal, tehát lemondott erről. Ezért a Keresztény Nemzeti Egyesülés pártja. Február 26-án, tehát ezekben a napokban 101 évvel ezelőtt. Úgy döntött, hogy a pótválasztáson, amely március 25-én volt, ezen slakta Margitot fogja indítani. Nyilván nem előzmény nélküli, hogy miért pont őt, majd talán kitérünk erre is. És ezen a pótválasztáson fölényesen nyer slakta Margit. A fölényességre, ha jól emlékszem a számadatokra, 5471-en szavaznak rá a következő jelöltre, aki pedig népjóléti miniszter is volt, Csilléri Andrásra, 3000 valahányan, a másik két férfi jelölt, tehát összesen négyen indultak a potválasztáson is, nem érték el az ezret sem. Tehát ez fölényesnek nevezhető győzelem. Akkor beszéljünk a választásról, és a botütést hagyjuk akkor későbbre. Mert ugye itt valami egészen más keresztény, szerep felfogásról, vagy kereszténység felfogásról van szó, mint amit általában sugalnak ma is gyakorta, tehát a lélek, a kereszténység az maradjon a templom falai között, és amit talán akkor is az egyház egy része legalábbis gondolt, hogy az a fontos, hogy egy szerzetes nő az maradjon a monostor, a kolostor falain belül. Nem tudom, hogy, hogy ez mondhatjuk úgy, hogy forradalmi, vagy, vagy más gondolat volt minden esetre, mint amit előtte képviselt a kereszténység? Hát Slakta Margit hagyományos értelemben nem volt szerzetes nő. A Szociális Misszió Társulat egy modern formájú egyesület volt, amelyik tulajdonképpen ennek a tagjai a patronás munkából, nővédelmi munkából, egyéb szociális munkából jöttek nagyon sokan. Abban nem különbözött a többi szerzetes rendtől, hogy egészen Istennek szentelni az életüket, de azoktól a kötöttségektől, igen, amit mondjuk egy kongregáció jelentett volna. És, és a, a, hármas fogadalom ellenére ők minden munkatéren dolgoztak, és dolgozhattak is, hiszen őket az egyház jog ettől nem, tart, nem tartotta vissza. Ő, igen, Tulajdonképpen azért ez új gondolat volt, de annyiban nem, hogy, hogy aki Istennek szenteli az életét, az egyben az emberek szolgálatának is szenteli az életét. És ez slakta Margitban meg az ő nővértársaiban nagyon erős volt a teljes alapító generációban és hát azt is mondta persze kezdetekben is már, hogy ő a politikai raffinériákat nem ismeri, és a párt csatározásokban nem kíván részt venni, de ö, köteles a mély szegénységben élő ö, Társadalomnak a segítségére sietni, és mindent megtenni azért, hogy egy Krisztusibb berendezkedésű világ jöhessen létre. Ön is ezekkel a gondolatokkal lett képviselő 90-ben? <laughs> <laughs> Mert ugye szombathelyen önkormányzati képviselő volt négy esztendőn keresztül. Igen, én akkor indultam az, a parlamenti választásokon is, aztán a második fordulóba visszaléptem az akkori MDF-es jelölt javára. De igen, ez. Kicsit naívan a Margittól vettem egy mondatot, a cselekedni az Úrért az idő most van itt, hát aztán akkor valóban volt egy, egy ilyen fellendülés, ami, ami abban segített engem is, hogy megpróbáljuk emberibbé és krisztusibbá tenni a világot, és valamennyire a... a Hát a személy néltóságát, a, a felebaráti szeretetet, a szolidaritást helyezni a, a munkánk középpontjába. Szóval, még, hogy ez valami, De, tehát, hogy a, a kereszténységnek azért van egy ilyen nyilvánosság képe, tehát a nyilvánosság hozzátartozik a, a kereszténység lényegéhez, tehát a császárkortól kezdve van egy nagyon kemény keresztény darálás, amelyik most is a 400 millió szenvedő kereszténynek a, a, aktuális napi életéhez tartozik, tehát a kereszténység egy olyan nyilvánossággal dolgozik, amelyik nem a politikai nyilvánosság, hanem egy olyan politika, aminek Isten is részese, tehát egy olyan típusú biztos ponttal rendelkezik, amelyik nem keresi sem a baloldalnak, sem a jobb oldalnak, se, a, se az előnek, se a hátok, se a múltnak, se a jövőnek a, 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 a különböző koordinátáit, hanem a saját hangján szólal meg, és ez a saját hang, ez borzasztóan hát irritáló, és a kereszténységnek ez a fajta szabadsága, ez az irritatív szabadság, hogy állandóan bizonyos ez zavar, mert felhív, mert megkérdez, mert kihív bennünket, ezt a kereszténységet folyamatosan be kell gyalulni. És hát ez, ez a gyalulás történik, ez az erkölcsi tekintély, amiről már szó volt, ez pont abból fogad, hogy van egy csomó ilyen ember is, van egy csomó méltatlan ember, aki kereszténynek mondja magát is, és, és úgy viselkedik, mint a, ahogy nem kéne. Jó, talán talán a szabad ehhez slakta Margit, amikor a világnézeti kurzusokat indította a 40-es években. Akkor azt hangsúlyozta, hogy természetesen ezeket a kurzusokat a hitigasságokkal kezdjük. De ezek csak a kiinduló pontok, mert ezek a hitigasságok, ha ezeket megéljük, akkor óhatatlanul az államélethez vezetnek bennünket, hiszen minden onnét ered. Hát igen, ha ezt a világnézeti krédót megnézzük, nekem ez nagyon kedves olvasmányom, mert, mert olyan szabadság van benne, olyan mérhetetlen szabadság, na no, erről is beszélgetünk el, de annyi mindenről kellene, de most nézzünk meg egy dokumentumfilm részletet, amiben Szerencsés Károly történész elmondja, hogy milyen bánásmóddal nézett szembes lakta Margit vallásos női politikusként a parlamentben. Sok minden volt a magyar parlamentben, lőttek is, kiabáltak, és szét is verték a bútort, de mégiscsak én ezt gondolom a legméltatlanabb pillanatnak, amikor egy Marosán György nevű demokrata üvöltött, de üvöltött slaktával szemben, vonulj Kolostorba, Ofélia! és trágárkodtak, és üvöltöttek, hogy el ne tudja mondani a beszédét. Minden esetre elmondta, és a Aláírásokat letette a ház elnökének asztalára. Megszavazták ezt a törvényjavaslatot, és akkor ér érkezett el egy érdekes pillanat. Valaki javasolta, hogy ennek a nagy horderejű változásnak az örömére álljon föl mindenki, és énekelje el a magyar himnuszt. És valami egész furcsa dolog történt a... a a fekete ruhába öltözött, uh, uh, slakta Margit, ülve maradt. Ez fontos elmondanunk, hogy itt ugrottunk egy nagyot az időben, 1948-ról van már szó, szóval az 1948-as időszakról, ez az utolsó időszak, amikor ő még egyáltalán Magyarországon van és a Magyar Magyarországházban van. Hogy van pontosan ez az ülve marad a, a himnusznál történet? Mi volt az előtörténete, mert nyilván önmagában nem értelmezhető. Ugye ja, a magyar politika napirendre tűzte az egyházi fenntartású iskolák államosítását. Ennek hosszú előtörténete lenne, a közvetlen történések azok 48. januárjában indulnak. Rákosi Mátyás ekkor jelenti ki, hogy az év végéig végeznünk kell azzal a reakcióval, ami az egyház köntöse mögé búvik és ennek része az iskolák államosítása is, illetve a már említett letartóztatás hercegprímásunk ellen és más személyek ellen is, tehát nem csak a katolikusokat, hanem más felekezetek főpapját, például Ordas Lajos evangélikus püspököt szeptemberben tartóztatják le, és ítélik el. Református püspökök csak lemondásra kényszerülnek, és adják át a stafétát lojálisabb, együttműködőbb szereplőknek. Nem Ravasz van szó. Ravasz László, illetve Révész igen. Az államosítás az olyan nagy horderejű dolog, amelybe az egyház nem egyezhetett bele. Vincenti József nem volt hajlandó erről a kérdésről egyezkedni. Két tárgyalásra engedi, tehát az ő felhatalmazásával megy el Capik Gyula -Egri érsek, de az ott elhangzott feltételeket nem fogadja el. Így az államosítás és az elvárt egyezkedés, állam-egyház megegyezése, nem kerül sor 1948-ban, majd csak 1950-ben. És ez a pillanat, amit Szerencsés Károly felidézett, az június 16-a 1948-ból, amikor a szavazás megtörténik és a himnusz eléneklése alatt Slakta Margit ülve maradt, és később mindig mondogatta, hogy le kellett volna inkább térdepelnem, és ezzel kifejezni azt a fájdalmat, tragédiát, ami ezzel a törvénykezéssel bekövetkezett. Most a médiakutatót kérdezem, hogy ez egy elrendszer, tehát valamit jelzünk, azzal, amit teszünk. Ez, ezek, ezek, a politika, tehát politikáról beszélünk, tehát a kereszténység, mint politika, az tulajdonképpen egy, egy teljes mértékben az aktuál politikán túlmutató, az aktuál politikával szót nem értő örökkévaló feladat, mert az embernek örökkévaló feladatai vannak, tehát az, hogy, hogy tólig mennyi forinton van, és hogy hogy vagyok megvásárolható, az egy másik fajta keret is. Ebben az értelemben Jézusnak az a történet jutott eszembe, amikor a, meg akarják kövezni a, a házasság törőnőt, és akkor Jézus ott a, 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 földet elkezdi ott az ujjaival így, hát így írogatni, és tehát ezek azok a mozdulatok, amelyek felszakítják azokat a bevett szokásokat, azokat a politikai krédókat, amelyeket jobb baloldalon, vagy, vagy, vagy kereszténydemokraták, vagy szociáldemokraták, vagy liberálisok, vagy zöldek, vagy bárki magának kialakít, ezek mind-mind abból a formából fakadnak, amivel már nem szembesülnek, vagyis, hogy vannak ritus sok, hogy vannak mély tapasztalatok, hogy örökkévaló mozdatok vannak is, ez az örökkévaló mozdat. Tulajdonképpen a Margitról ez az ülésük mindenkinek az eszébe, hogy leül a himnusz mert ez egy olyan mély profétikus tett, amelyik túlmutat mindenfajta forinton, meg, meg, meg egyezkedésen, meg egyebeken. És túl van azon a gondolatvilágon is, amiben ő addig él, tehát nyilván az az ő addigi viselkedésével is szembe megy tulajdonképpen, hiszen nyilván a himnusznál mindig felállt életében. Igen, csak a himnusz ebben az értelemben másodlagos. Tehát, hogy, mm. hogy, az emberségünket, ha elveszítettük, akkor teljesen mindegy, hogy magyarként veszítjük el, vagy szlovákként, vagy oroszként, mert akkor elveszítettük. És itt pont erről van szó, hogy a kereszténység erre utal. Balog Margit talán úgy fogalmazott valahol, hogy keresztény feminista. Snakta Margit. Így ezt, fogalmazott? Ezt pontos? ő maga is állította magáról, az általa szerkesztett lapnak is ez volt az alcim, hogy a keresztény feminizmus lapja. Hát akkor erről beszélgessünk egy kicsit. <laughs> Emma testvér az előbb említett, hogy a Szociális Missziótársulat a kedves hallgatók lehet, hogy egy picit nem értik, hogy hol szociális testvérek társaságáról beszélünk, hol szociális missziótársulatról. Tehát egy két mondat erejéig jelezném, hogy 1908 és 1923 között Slakta Margit a szociális missziótársulatnak a nővére, és ebben a minőségében szerkeszti a kivetített lapokat is, a magyar nőt, a keresztény nőt, a keresztény feminizmus lapját, mert a missziótársulat alapító főnök nője, Farkas Edit is úgy vélte, hogy a nővéreknek a közéletben a helyük, a bajok orvoslása az nem a karitatív munkánál kell, hogy végződjön, az csak a kezdete lehet egy tevékenységnek, és ezután magasabb szinteken kell végezni ezt a munkát. Ezt Slakta Margit sokkal tovább fogja fejleszteni, következő színnek a szociális munkát nevezi meg, majd a piramis csúcsára a közéleti szerepvállalást teszi. 23-ban egy szakítás történik a missziótársulaton belül, májusban elküldik a rendből Sakta Margitot és néhány társát, és ők egy hét múlva, 23. május 12-én, ha jól emlékszem, már, mint szociális testvérek társasága néven új társulatként működnek, viszik azt a régi szellemet, amivel eredendően a misszió társulat is elindult, csak az eltelt időben más útra téved. De közben ugye politikai ellentét is akadt, és lakta legitimista meggyőződésű Farkas szabad királyválasztó. Na most a, a, a feminizmus az olyan meghökkentően hangzik, hogy egy apostoli életre egyesült társaság tagja, ez újabb kifejezésként, tehát egy, egy mondjuk úgy kvázi szerzetes nő, hogy jön a feminizmushoz. Hát e, most megbeszéljük. És, hogy és én nem. azt is mondom, hogy tulajdonképpen igazat adok az egyel előbbi kérdés felvetéséhez, hogy mennyiben volt a saját korához képest haladó és merész. Én azt mondom, hogy igenis ezek nagyon nagy lépések voltak, hogyha a 19. század második felének, 20. század első felének a társadalmi, egyesületi fejlődését, probl... hogy mi kerül a közélet problematikájába. Maga a szociális kérdés, nem csak nők, hanem gyerekek, férfiak és nőkre egyaránt érvényes probléma halmaz. Hogy, hogy az inség akciók helyett generálisan gyökerében kell orvosolni a problémákat. Miközben az eszköz ehhez a politika lehet, tehát ezt lakta nagyon tudatosan képviseli, hogy azért is kell a törvényhozásban ott lennünk. A nők esetében pedig mindig azt hangsúlyoz, hogy amit a, a harcos feministák képviselnek, azokkal alapjában valahol egyet is ért, hogy a nők is tanulhassanak, hogy munkát vállalhassanak, de közben soha nem szabad elfelejteni a női mi voltban rejlő sajátosságokat, és soha nem szabad a krisztianizmusról sem megfeledkezni. Tehát nem egy materialista, liberális világnézet, hanem egy hívő ember világnézetéről, kiindulva képviseli a nők érdekeit, munkához való jogát, fizetéshez való jogát, választójoghoz és választhatósághoz való jogát. Mert azáltal, hogy ő képviselő lett, a női választójog azért mégsem jut még nyugvó pontra, mindig megpróbálják időnként megnyírbálni a jogosítványokat, nagyobb élet, magasabb életkor, nagyobb iskolai végzettség, vagy vagyoni háttér volt szükség egy női választó joghoz, mint egy férfihoz. De hát feminizmus a 20. században, meg a 21. ben keresztény feminizmus. Igen, visszatérve ahhoz, amit Balog Margit mondott az előbb, amikor Slakta Margit átveszi a mandátumot, és 160 férfi mellé bekerül egyetlen nőként a parlamentbe, akkor azt mondja a parlament átvételekor, hogy személyenben most a női nem fog kezet a férfiakkal és az erős férfiaknak felajánlja a gyenge nők támogatását, és ő nem akar mást, mint az anyai érzést bevinni a parlamentbe, és az árva közügyek anyjává lenni. És végig azt hangsúlyozza, hogy egy nő egész másképp közelít meg egy kérdést, mint egy férfi. Nagyon érdekes Slakta Margit személyét nézve, hogy egy nagyon kemény, asszony, miközben egy szelíd a megjelenésében is egy bájos valaki, gyengéd, de a megnyilvánulásaiban nagyon férfias és kemény mégis a felvállalja, hogy ő az első kerület gyermekeinek az anyja lesz. És valóban a nő, ha ezt a nőiességét elveszíti, akkor ma is kegyetlenebb tud lenni, mint egy férfi és nagyon érdekes tetten érni ennek a nem keresztény feminizmusnak a vadhajtásait, amikor már azt látjuk, hogy, hogy a férfiak ellen támadnak, vagy amikor az, az egyenjogusságot összetévesztik az egyformasággal, és hát egyáltalán nem, és az egyház társadalmi tanítása is hangsúlyozza azt, hogy a nő és a férfi kiegészíti egymást. Most elneveztek a Slakta Margitról egy termet a parlamentben, és ott az emléktáblára azt a mondatot írták fel tőle, hogy nincs külön női és férfi érdek, nem lehet úgy véteni a nő érdeke ellen, hogy a férfi érdeke és a gyerek meg a család érdeke ne szenvedne csorbát, és fordítva nem lehet a férfi érdeke ellen úgy véteni, hogy azt ne szenvedné meg a nő, a család és az egész társadalom végső soron. Hú, hát most sok minden eszembe jutott ezzel kapcsolatban. Az is, amikor volt nemrég a művészettel kapcsolatos vita a magyar társadalomban, akkor nagyon sokan mondták, hogy az igazi művészet mindig liberális. És nekem a baráti körömben jó pára mondták, hogy nem, szerintük az igazi művészet mindig szakrális, ami azon túl van, az, az egy másik történet, az provokáció, meg sok minden lehet, de hogy nem, ez, nem ezekkel a szavakkal írjuk le. Most a politikáról is való, így beszélünk, mint a, a, szakralitásnak egy, egy bizonyos, hogy mondjam, kivetülés Ről. Tudunk így beszélni róla? Lehet így beszélni róla? Abszolút, ugye a, a demokráciának a, a, az egyszerű ember, a szótlan ember képviselte a feladat. tehát az, a, az a, a görögség óta a hagyomány az, hogy a, a szótlan embernek szavakat adni, és a kereszténységnek ezen a feladat, hogy a szegények mellé, a, a szótlan emberek mellé odaadja és szavakat adjon nekik, és azt hiszem, hogy slakta is, de lehetne sorolni, Kereszt, nem tudom, ér, keresztelő Szent Jánostól, Szent Ferencen keresztül, nem tudom én, a, a Boszkó Szent Jánoson át egész a napjaink de a, a, az Európa alapító atyái is, ez a három, a de Gasperi, Schumann és az Adenauer is ugyanezekkel a logikával építették a dolgot. Tehát, hogy jelen van ez, és csak egy dolgot, hogy a, ez a fajta feminizmus, amiről beszélünk, és ez, ez a fajta jelenlét, ez, ez, tehát jelen van azok mellett az emberek, mert is, most Szent Klárától kezdve lehetne sorolni Sternen keresztül azt a fajta női jelenlétet, amelyik nagyon markánsan, egyenjogúan van jelen az egyházban, tehát nem abban a fajta harcos jellegben, hanem egy együttműködő, az egy Másik kérdés, hogy valóban ez egy hosszú feladat, hogy 40 ezer éves antropológiai elnyomás után az elmúlt száz évben hatalmas dolgok történtek, és még sok minden történik, hogy a férfiak erőszakosságát valahogy feloldjuk, de ebben nagyon nagy szerepe van. Sőt, azt mondanám, hogy döntő szerepe van az egyházi feminizmusnak. Itt ugye nem női kvótákról beszélünk, ha jól értem, hanem valami egészen más szemléletről. Hát ez, a szemlélet értetetlen. Tehát amiről beszélünk, ez egyre inkább az euróatlanti kultúrában eltűnő félben van, és nem is itt Ez most már valahol a, Filipínok között, vagy Kínában azok között az emberek között, akik most börtönben ülnek, vagy Vietnámban éppen megfolytják őket egy, folyónak a, mélységeiben. Tehát hogy azt hiszem, hogy az a fontos, hogy ezekre emlékezzünk. Most keresztény emberekről beszélünk. Sajnálom, ugyanezt a sorsot vitte végig, csak ezt úgy hívják, hogy fehér már is nem vörös. Na hát nézzük meg akkor, hogy milyen volt a választójog Slakta Margit korában, és mit tett ő azért, hogy a nők több beleszólást kapjanak az ország helyzetébe és dolgaiba. Simándi dírén történést kérdeztük. Nagyon Komoly tevékenységet végez. A vegyeknek segített, hadijárváknak segített, segélyezést próbálta megsegíteni. Tehát azokat a seg szervezeteket is megkereste, akik, akik, akik tudtak anyagilag segíteni. Nagyon-nagyon kimerült a hátország teljes mértékben az első világháború alatt, és ez nem csak Magyarországra volt jellemző, hanem az összes többi országra is. 1919. november 17-én a Friedrich István Féle kormány rendeletet, tehát rendeleti úton szabályozták a választójogot, és ekkor kaptak tulajdonképpen választójogot a nők. Na most itt nyilvánvalóan cenzusokhoz kötötték, és hát itt az egyik legfontosabb cenzus már az életkori cenzus volt. Az életkori cenzus volt, és a műveltségi cenzus volt. A nők választójogát akkor, ez a rendelet a férfiakéval egyen, rangú módon határozta meg. Itt az írni-olvasni tudás még fontos volt. Az utolsó beszéde, ami nagyon jelentős volt, vagy hát több beszéde is volt természetesen a női választójuk kapcsán, az utolsó az 1922. február 14-én hangzott el, amikor megpróbált érvelni újra amellett, hogy a nők és a férfiak életkori cenzusa az azonos legyen. Na most itt egy érdekes áttörés van, mert nem lesz az, hiszen innentől majd 30 évre emelik a nők választójogát, a férfiakkal ellentétben marad, a férfiaknál marad a 24 év, és ez nem fog változni a két világháború között az összes többi választójogi, majd később törvénycikk esetében sem a 23 és 45 közötti időszakról nyilván van mit beszélnünk. A szociális dolgokról is lenne. Van nagyjából 16 percünk, 15-16 percünk az adás végéig. Én rögtön 1944-be ugranék. Mert ez olyan pillanat, ugye ne, menjünk csak 1942-ig vagy 43-ig, a krédóig. Ugye ez az embernek ember szervezet állam nem birtokosa, ember embernek szervezetnek államnak nem tulajdona, Isten ellen nincs érvényes törvényhozás. Az ő szent akaratával szemben bűn a jogfosztás, ember nem engedheti meg, amit Isten nem akar, földi hatalom meg nem tilthatja, amit Isten megenged, nem parancsolhatja, amit Isten tilalommal elvetett. Ez a zsidó üldözés korában születik, ma is nagyon érvényes mindenféle üldözésre, és sok minden más dolgunkra is, amit ma tapasztalunk a XXI. században, végül is a máról beszélgetünk folyamatosan, de ugye ez a üldözés korában írja le, 43-ban talán Rómában, amikor a pápánál van, hogy megmentse a felvidéki zsidókat. És ugye azt is el kell mondanunk, hogy önöknek mártírjaik vannak, Salkaházi Sára, Bernovics Vilma. Mennyire következett az, amit tett, Slakta Margit személyiségéből, a kereszténységből, abból, ahol a világot keresztény emberként látjuk. Egyértelműen a kereszténységből következett. Amikor előbb utaltam már a világnézeti kurzusokra, amikor ezeket elkezdi Slakta Margit, akkor azért kezdi el, mert azt gondolja és azt látja, hogy a keresztény tömegekben nem tudatos a kereszténység csak a liturgiáig jutnak el, de hogy tulajdonképpen a kereszténység mit jelent és mit követel az embertől, arr arról nincsen tudásuk. És erről próbálja a nagy tömegeket is meggyőzni, és erre állítja rá az egész társaságot. És a társaság egy emberként követi Slakta Margitot, annak ellenére, hogy mindenki tudja, hogy ez nagyon veszélyes. Salkaházi Sára, aki aztán a vértanúja lett ennek a társaságból, Bernovics Vilma is érdeklődött a társaság felé, de ő egy hitoktató alkalmazott volt. Bocsánat, tehát nem testvér volt. Nem csak testvér a volt, volt, lehetett volna akár később, de Salkaházi Sára ezt látja, és nagyon-nagyon fél. Attól fél, hogy erre mindannyian rámennek. És akkor nem hátralép, azt mondja, hogy én ebben nem veszek részt hanem előre, és, és feláldozza az életét az előjárója engedélyével, azt mondja, hogy ha kell, hogy erre valaki rámenjen, valakinek az élete veszélybe kerüljön, az ő legyen. És az Úristen elfogadja ezt a felajánlást, valóban rajta kívül, és hát Bernóvics Vilmán kívül, senki nem esik áldozatául ennek a zsidó menekítésnek, pedig több mint ezer embert mentettek a testvérek a társaság különböző házaiban és hát nem csak ez történt, hanem Slakta Margit nagyon sokféle módon fellépett, nem csak sok helyre elutazott, hanem fennmaradt az a történet róla, hogy amikor menlevéllel akart visszahozni a határról deportált zsidókat, és odalépett hozzá egy őrnagy, hogy az ezredes nevébe parancsolja, hogy tűnjön el innét. Ez még 1940-41-es évek? Ez még a, a 40-es évek. évek, igen. Akkor Slakta Margit odalép és közli, hogy a pápa nevében parancsolom, hogy ne akadályozza a küldetésemet, és visszaviszi az embereket. Nézzük meg egy kicsit ennek a történelmi vonatkozásait, ugye 1942 vagy 43 ez a felvidékről beszéltünk, de 43. a Szlovákiáról van szó, tehát Igen. a tiszóféle Szlovákiáról, eh, ahol a, akkor már azt mondhatjuk, hogy maradék 20 ezer zsidót is szeret, szerették volna a szlovák állami szervek ugye, eltüntetni, vagy átadni a németeknek. Igen, január 8-án, 43-ban jelentik be, hogy hamarosan sor kerül Szlovákia teljes zsidó talanítására és a, a, felvidéki testvéreknek a híreiből értesül Slakta Margit, hogy itt most valami határozott a beadványokon túlmenő lépésekre van szükség, mert beadványokat eddig is írt, általában süket fülekre talált, és az a nagy elhatározás születik benne, hogy egyenesen 12. Pius Pápához fog menni. Az egyik testvér még az Egyesült Államokból közelebbről ismerte Spelman-New Yorki érseket. Együtt utaztak a tengeri úton, és elég hosszú az idő, hogy közelebbi ismerettséget köthessenek. És Spelman, bár amerikai állampolgár, de a Lateráni Egyezmény révén hiába a hadviselő fél, Olaszország, Egyesült Államok mégis be kell engednie a, 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 a még nem bíboros, hanem még az érsek személyét a Vatikán városállam területére. És slakta Margit a rónai Paula testvér segítségével kapcsolatot talál Spellmanhoz, aki pedig eléri, hogy 12. pius pápa soron kívül fogadja őt. És annyira meggyőzi őt Slakta Margit, hogy a pápa utasítja a szlovákiai püspököket, hogy tiltakozzanak a tervezett zsidótalanítás ellen. Ez megtörténik, és az akció elhalasztódik. De akkor ez már csak azért is nagyon furcsa, mert jó, az szó katolikus pap, ha jól tudom. Igen, ugye? és államelnök, igen. És államelnök egyben, és a püspökök, azok felszólnak az államelnök. Igen, Aki? igen, Na, kacipántos szóval ez történet. ez egy kacipántos történet mindenképpen. De itt a, a világnézeti krédóról beszéltünk, és a, valahogy azt gondolom, hogy ha valaki ezeket a szavakat kimondja, akkor törvényszerű, hogy a nyilasokkal és a nemzeti szocialistákkal szembe kerüljön. De az is törvényszerű, hogy a kommunistákkal, ugye minden totalira, totalitarizmussal szembe kell, hogy kerüljön, ha valaki ezeket a szavakat kimondja. Igen, ennek megint ugyanaz a verdikt, amit már említettem, és nagyon fontos, hogy ezt a szabadságot a keresztények fent, fent, tartsák maguk számára. Tehát, hogy ez a, ugye ezért volt második János Pápának nagyon fontos Közép-Európában ez az üzenete, hogy ne féljetek. Ez a, tehát, hogy ez van, tehát hogy ő, nyilván az embert kivégzik, vagy keresztet kap, de Jézus ezt elmondta, hogy ha, ha valaki tényleg, és Lakta Margit is mondta, hogy ha, 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 ne, ha, nem, ha nem ütik az embert, akkor valamit rosszul csinálunk. A kereszténység ha, ha nem borítja fel a biliket folyamatosan, ha nem teszi a lábát az asztalra, ha, ha nem szól olyan szavakkal, amelyeket politikailag inkorrektnek gondolnak, akkor a kereszténység el fogja veszíteni azt az erejét, ami ami van most már az abortussal kapcsolatban, vagy a, a az eutanáziak a ezek a logikák maradnak csak meg, és ez a, ez a különállás, ez a szembenállás hozza a kereszténység nagy erejét, a mártíriumát, hogy sok ember volt, és sok ember lesz, aki emiatt majd még az életét fogja adni. Hát akkor ide most idéznék egyet, itt a 21. századi dolgokhoz azt mondja, hogy ember nem engedheti meg, amit Isten nem akar. Ha már az eutanáziáról, meg az abortuszról is. Szabad beszélni. még annyit más lakt a személyiségéhez az adalék, hogy nem csak hogy a diktatúrákkal szemben, de az igazságtalansággal szemben. Tehát, amikor a Tanácsköztársaság után letartóztatják és bíróság elé kerül, a nevében leplezetlenül. Elárulja a szándékát a vallásügyi likvidáló hivatal két vezetője, Fáber Oszkár és Apáti György. Bocsánat, már a tanácsköztársaság után ez azt jelenti, hogy az időszaka alatt. A tanácsköztársaság után, tehát 1920-ban vagyunk. 20-ban vagyunk, bocsánat. És Lakta Margit ki elmegy a bírósági tárgyalásra, és közli, hogy ez a két ember nincs, akkor sokkal nagyobb hátrány érte volna a missziótársulatnak a nővéreit, mert ezek az emberek megtettek tisztességesen a maguk eszközeivel, amit lehetett. Tehát szót emel két a tanácsköztársaságban keményen, tevőlegesen résztvevő ember mellett. És ugyanígy szót fog emelni majd 1945-ben, 46-ban Hány Péter nyilas pribékés embereivel szemben, ahol egy koltai vezeték nevű személy az, akinek még, még uzsonát is ad, mert hogy amikor 44 novemberében a Tököli úti rendházba kiszáll egy nyilas razia ennek a koltainak a közreműködésével, akkor elvisznek ugyan húsz embert, de két nap múlva hazaengedik, sértetlenül, és azt mondja, hogy neki köszönhetem, hogy bár tette a dolgát, de mégis nem lépett túl bizonyos határokon, és ha ő akkor nincs, akkor lehet, hogy az a húsz ember az életét kellett volna, hogy feláldozza. Tehát azt mondta, hogy ő a gonoszságot nem védi, de az igazságtalanság ellen harcol. Az igazság szabaddá tesz. Szeretett volna szerintem valamit hozzáfűzni, nem? Ehhez. Vagy valahogy úgy láttam, hogy szívesen megszólal ebben az ügyben. Azért abban az időben, ha már itt a ö, üldözöttek menekítéséről beszélünk, szokták mondani, hogy csak kevesek voltak, akik ezt végezték. És előbb elhangzott a Tiszó nevének az említése is, aki pap volt, és ennek ellenére államelnökként miket művelt. De azért azt mondhatjuk, hogy az emberek többsége ha hogy nem hallgatólagosan segítette azokat, akik menekítették az üldözötteket. Például a hűvösölgyi házunkban, ott hát nem lehetett azt titokban tartani, hogy plusz, 50-60 embernek még élelmiszert vásárolnak, és ezt a környéken mindenki tudta, és senki nem jelentette fel őket. Vagy nagyon többször előfordult, hogy azért szállták meg a tököli úti házat a magyar rendvédelmi erők, nehogy a németek menjenek ki. Tehát azért itt, itt valóban, amikor slakta margit az igazság címén megvéd embereket, akkor emögött ott van ez a sok-sok-sok jó szándék, hogy nem elég erősek ahhoz, hogy teljesen kiszálljanak ezekből a, ezekből a mókus kerekekből, de próbálnak emberségesek lenni. Igen, de hát nyugodtan említhetünk még neveket, ugye Ocskai László, Mikó Zoltán, Sós Géza, hogy az embermentőket említsük ebben az időben, és ugye az is közös bennük, hogy hogy utána mindannyian összeütközésbe kerülnek a kommunista igen. hatalommal is. Igen. Ez történészként mit tud erről mondani, majd, hogy miért? Hát talán az, hogy ők klerikális oldalról tették, amit tettek. Hát igen, Sós Gézze, ugye református? Igen, ember volt. Igen igen igen, a több, igen, igen, igen. Éliás József, a Magyar Szent Kereszt Egyesület, igen. aminek egyébként Slakta Margit az egyik elnöke volt, de ez közös érdekvédelmi szervezet, és már a konvertiták érdekében jött létre, de végeredményben a zsidóság mentését fogja végezni, együtt jezsuita, evangélikus és református lelkész és szociális testvér. Tehát, <laughs> Csak nem, az, az jutott eszembe, hogy hogy a pápáról is beszélnünk kellene tulajdonképpen, mert őt is más színben festették le a 45 vagy, vagy 45 és 90 közötti hatalomban, és még ma is ebben a színben festik le, miközben egy mondhatjuk nyugodt, hogy zsidómentő pápa volt. Tehát nagyon messzire vezet mindez. Hát továbbra is azt tudom mondani, hogy csapataink harcban állnak, ahogy ezt Ágoston is mondta, vagy Nagy Imre is, tehát hogy minden emberi lélekben ez zajlik, egy, egy nácinak is, meg egy kommunistának is a szívében ez a harc zajlik, és azt hiszem, hogy az ilyen típusú emberek, mint akiről most beszélünk, teszik azt teljesen világossá, transzparensé, hogy, hogy szabadnak kell maradni, hogy nem szabad magunkat elkötelezni olyan dolgok miatt, amik, amik, amik igazságtalanok, amik hazugok, is, emiatt folyamatosan folyamatosan kifognak ezek az emberek lógni a nagy rendszerekből. És ez, ez a kereszténységnek a, a, úgy mondják, hogy kontraszt közösség. A kereszténység egy kontraszt közösség, állandóan tükrözünk valamit, egy kommunistának ezt, egy, egy, egy nácinak azt, és a harmadnak az is, és közben néha még egy kalapácsot is kapunk a fejünkre. Talán folytatva ezt a gondolatot azt tudnám mondani, hogy a második János Pál pápa volt az, aki az egyház szociális tanításában arról beszélt, hogy a struktúrákat, politikai, gazdasági, egyéb struktúrákat bátran meg kell változtatni, és meg is lehet, de de hiába változtatjuk meg a struktúrát, az önmagában nem hoz változást, mert a struktúrák legyenek ilyenek vagy olyanok, abban az ember cselekszik. És nagyon érdekes, hogy ezt Slakta Margit már sokkal korábban mondta, hogy, hogy ehhez az kell, hogy az ember megtérjen. És csak ezen keresztül lehet belülről átformálni a világot, különben erőszakkal tartjuk egybe. De most tulajdonképpen azt is elmondta ezzel, hogy mi a különbség a liberális, kommunista, szocialista elképzelések, a struktúra leépítő elképzelések és a valódi konzervatív elképzelések között. Igen. Tehát, hogy a megtérésben, tehát az Istenben és bennünk Igen. van a kulcs, nem pedig a struktúrákban. 1945 után és aztán 90-ig és tovább, mondják a fülemre, hogy röviden most már, de hogy mégiscsak megkérdezném, hogy, hogy éppen az a, a, helyzet, hogy azt szereték volna eltüntetni, hogy itt vannak mások is, akik szembeszálltak a nácizmussal és, és a, a, az embertelenséggel, nem csak a mondjuk úgy, hogy baloldaliak? Pontosan erről van szó, igen. Jó, és akkor a mai történelmi könyveinkben ez hogy van? Rendben van már minden? Remélem, hogy rendbe lévőbb, mint ahogyan volt, és a botbüntetés is a helyére kerül, ami hát csak annyit tudunk róla mondani, hogy egy csúsztatás nem szavazta meg ugye elhangzott egy órával ezelőtt a kérdés, Hiden. nem szavazta meg a hírhet büntetést, csak az árdrágítás kapcsán emelte föletéren a szavát. Jó, hát akkor még mielőtt bárki is kommentként odabigyesztené valahova, akkor mondjuk el neki, hogy ez nem igaz. <gül> <gül> Jó, nagyon szépen köszönöm, hogy ma este velünk voltak. Köszönöm, köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, Önök az ez itt a kérdést látták, műsorunkat visszanézhetik a mediaplik.hu-n a Youtube-on, és követhetnek minket természetesen a Facebookon is világkiállítás, olimpia, liget projekt, csak néhány azokból a nemzetközi rangú és léptékű beruházásokból, melyek ez idáig nem, vagy csak részben valósulhattak meg. Az elmúlt 30 esztendőben vajon miért érezte szinte elémi kötelességének a balliberális oldal, hogy ellenálljon minden nagyívű és korszakos fejlesztésnek? És hogyan hatna egy-egy valóban megvalósult építő törekvés az egyén és a haza kulturális önazonosságára, identitására? Hát ezekre a nem könnyű kérdésekre keressük a választ legközelebb. Én pedig munkatársaim nevében is köszönöm mai megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!